Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Mi vagyunk? Egyik születésnaposunk. Ja, én már egyből, én már immédiás részt gondoltam, hogy bedobom, és utána megtárgyaljuk, hogy ki mondta ezt, nincs és miért mondta. Rajta, de ma igen. Nincs mit? Mond. Mi vagyunk az első generáció, amelyik a klímaváltozás hatásait már érzi, és mi vagyunk az utolsó generáció, amelyik még tehet ellene? Az fontos hozzátenni, hogy több mint 13-14 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, idézett, de most teljesen nyilvánvaló, akkor is az volt egyébként, csak hogy nem annyira szerették még kimondogatni a politikusok. Ezt mai egyik születésnaposunk Barack Obama mondta, és inkább azért lehet rajta elgondolkodni, hogy azóta eltelt időben, hogy avóta tettünk, nem tettünk, valamennyit tettünk, de bizonyára nem eleget, legalábbis lehetett volna többet is, és hát az tök érthető, és egyértelmű, hogy a fiatalok mondják azt, hogy itt hagyjátok nekünk ezt a ki tudja, hogy mit, de sokkal többet tehettetek volna érte, és minden kutatásban abban a pillanat, ahogy megkérdezi, az életkor alapján is vizsgálják, akkor egy teljesen lineáris görbe rajzolódik, hogy minél fiatalabb valaki, annál inkább elfogadja azt, hogy többet kellett volna eddig is foglalkozni vele. Minden esetre Barack Obama, amikor ezt mondta, akkor még kevés politikus vállalta be így. Ennyit érdemes erről tudni. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. Az okos morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. A cégek tulajdonosai egy bizonyos méret felett arra kényszerülnek, hogy átadják a napi irányítás feladatait a menedzsment többi tagjának. Így ők a középtávú stratégia megalkotásával és megvalósításával, valamint a vezetői csapat támogatásával tudnak foglalkozni. Arról nem beszélve, hogy így néha szabadságra is el tudnak menni.